Köszöntöm Önöket az Igaz Gyöngy műsorban, Dobozi Ágnes vagyok. Mai vendégem élete csodálatos példa arra, hogy amit az ellenség tönkretett vagy ellopott az életünkben, azt Isten hogyan tudja helyreállítani, és hogyan bontakoztatja ki az ő terveit lépésről lépésre. Neki soha nincs késő ahhoz, hogy valami egészen újat kezdjen az életünkkel. Vendégem Bugovics Ildikó. Ildi, köszöntelek a stúdióban szeretettel. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Mielőtt a helyreállításról beszélünk, az a kérésem, hogy egy kicsit mesélj a gyerekkorodról, hogy mik azok a területek, ahol úgy érzed, hogy hátránnyal indultál. Mielőtt még ezt elmondanám, van bennem két ige, amikről azt tudom mondani, hogy nagyon erősen jellemzik az életemet. Nem szó szerint fogom idézni az igéket, hanem inkább úgy, ahogy úgy gondolom, hogy nekem segített Isten, ahogy nekem magyarázta ezeket az igéket. Az egyik az, amelyik arról szól, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm, az csak a te erőd hiányában tud akadálytalanul, zavartalanul haladni előre az életedben, hogy elérje a célját. Tehát Isten úgy gondolom, hogy ezzel nekem azt mondta, hogy félre kell állítania az én erőmet ahhoz, hogy az ő ereje teljesen akadálymentesen tudjon működni az életemben. Szuper. És a másik ige pedig az, hogy azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, azért, hogy megszégyenítse a bölcseket, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében gyengék, erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében semmik, nem sokat érnek, azért, hogy a valakiket, akik valakinek gondolják magukat, azokat megszégyenítse, félreállítsa. Ez a két igen nagyon jellemző, és nagyon határozottan végigvonul az életemben, és látom azt, hogy ezek úgy beteljesedtek az életemben. Szuper, de jó. Na és hogy indult akkor a történeted? Hát elég sok hátránnyal, azt tudom mondani. A gyerekkorom úgy tulajdonképpen, hogy visszaemlékszem, már nem volt rossz. De valahol mégis mindig ott volt egy sötét felhő, egy bizonytalanság, egy a biztonságérzetnek szinte teljes hiánya. Elég sok bántalmazásért az életemnek minden területén, testi, lelki, fizikai, szexuális. És elég sok sebesülést szereztem. A szüleim házassága nem volt valami nagyon jó. Életük végéig együtt maradtak, de egy állandó feszültség volt, egy állandó egyetnemértés. Anyukám egyáltalán nem tisztelte apukámat, és ezt nekem is erőteljesen tanította. Tehát én se tanultam meg őt tisztelni. A felém való szeretetük az nem volt feltétel nélküli. Sokszor hallottam, főleg anyutól, hogy nem szeretlek, mert. Hú, és akkor valamit elmondott, hogy mit csináltam éppen, ami nem tetszett neki. És sokszor hallottam tőle olyat is, hogy melyikünket szeretted jobban. És akkor választanom kellett kettejük közül. Hát persze, hogy azt választottam, aki éppen kérdezett. Apukám egy józanabb gondolkodású ember volt. Sokkal inkább egy őszintébb ember volt, mint anyu. Anyu nagyon törekedett a látszatra. Itt azért szeretném elmondani, hogy már egyik szüleim már nem élnek, de még az életükben azokat a hibákat, amiket úgy éreztem, hogy ellenem követtek el, azokat én megbocsátottam nekik, és így most is szeretettel gondolok rájuk, és szeretem őket. Ezt csak azért mondom, mert lehet, hogy még így a beszélgetés során esetleg fogok mondani olyan dolgokat velük kapcsolatban, amikor terhelően hathatnak rájuk, de szeretném tényleg ezt kifejezni, hogy szeretem őket, és szeretettel gondolok rájuk. De jó, azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy már lezártad az életednek ezt a szakaszát, és aztán hogy ismerkedtél meg Tiborral? Mert tudom, hogy ez is egy nagyon különleges történet volt. Hát utólag kiderült, hogy a Tibi, a férjem,
ő imádkozott azért, hogy adjon neki Isten feleséget, sőt, ő egy szép feleséget kért. Wow, na hát meg is kapta. És én nem imádkoztam érte, mert bár a szüleim vallásosak voltak, és engem is járattak templomba, meg sok mindent megcsináltam, amit a templomi kereteken belül kell, de nem hittem Istenben akkor még. És hát ahogy neveltek, hogy nem sikerült megtanítaniuk úgy az életnek a dolgaira, mondjuk a teherbírásra, a dolgokat, hogy egyedül oldjam meg, az önállóságra. Nagyon sokszor, hogyha valami probléma volt, akkor ők rögtön ott voltak, rögtön megoldották helyettem. Úgyhogy amikor kikerültem a nagybetűs életbe, akkor minden dolog hatalmas hegyként tornyosult elém. És mielőtt a férjemet megismertem volna, előtte már néhány hónappal nagyon küzdelmes volt az életem. Ez a sok tehernek érzett dolog, hogy nem tudtam problémákat megoldani, nem tudtam egész egyszerű helyzeteket kezelni. Munkába jártam, és az is hatalmas, hatalmas teherként nehezedett rám. Ez egy depresszióhoz vezetett, meg megnyilvánult alvászavarba, tehát éjszakákon keresztül nem tudtam aludni, és nagyon erős nyomás volt rajtam. És amikor megismerkedtem a férjemmel, ő már engem így kapott. Wow. Amikor először találkoztunk, nekem volt egy elképzelésem arról, hogy hát akkor még az, hogy nézzen ki. És az minden pipa volt nála. Úgy nézett ki, ahogy én elképzeltem. És amikor megláttam, akkor bennem megszólalt belül egy hang, hogy ő az. De jó. És bár én nem jártam Istennel, és én nem is kértem, hogy adjon férjet, de azóta bennem, ez mindig úgy van bennem, hogy ez volt az isteni pecsét. De jó. Akkor a férjed számára is nagy kihívást jelenthetett ez a helyzet. Ő mennyire tudott neked segíteni a helyreállásban, a tovább lépésben? Nagy kihívás volt neki, az biztos. Éjszakákat imádkozott értem, mai napig is. Aha. De azt tudom mondani, hogy feltétel nélkül szeret. Óriási. És nagyon türelmes hozzám, és egyszerűen engedi, hogy az legyek, akivé Isten akar formálni. Óriási. Azt gondolom, hogy óriási áldás egy ilyen férj, és fantasztikus, hogyha feltétel nélkül szeret, ennél többet nem is szeretne, érted. És mondtad, hogy még nem ismerted akkor Istent, nem tudom, Tibor hol tartott ebben a folyamatban, de mi vezetett el ahhoz, hogy végül Jézus mellett döntöttél? Hát összeházasodtunk, és született egy gyerekünk akkor már, de hát én egy nagyon zavarodott ember voltam. Nem tudtam a gyerekneveléssel sem megbirkózni, és úgy gondolom, mint minden Istennel való találkozás előtt, általában van egy nagyon mély pont az embernek az életébe, és nekem is volt egy ilyen mély pont. Véget akartam vetni az életemnek, amikor a kislányunk 5 hónapos volt. És aztán rá egy évre sikerült az Úrral kapcsolatba kerülnöm. Olvastam egy könyvet, amiben felismertem magamat. Le volt írva, hogy milyen vagyok most, abban az időben. Felismertem ezt. És az is benne volt, hogy milyen lehetnék, hogyha Jézus Krisztus követem. És akkor, hogy ő milyenné tud engem változtatni. És akkor azt, ahogy elolvastam, akkor szinte felkiáltottam, hogy de hát én mindig ilyen akartam lenni. És hogyha ehhez az kell, hogy Jézust kövessem, akkor Jézust követem. És akkor eldöntöttem, hogy őt fogom követni. És attól kezdve nem változott meg egyik pillanatra másikra az életem. Olyan 2 éves hívő voltam, amikor már nagyon szerettem volna úgy igazán szabadon élni. De igazából
Tehát nem voltam arra kíváncsi, hogy Isten mit akar az életemben. Én belevetettem magamat az Istennel való kapcsolatba, teljes erőmmel, az Úrnak a karjaiba belevetettem magamat, és ott úgy lubickoltam, mert ott elfogadást kaptam, szeretetet kaptam, úgy éreztem, hogy ott én vagyok a középpont, én vagyok a kedvenc. De mivel az egész addigi életemet úgy éltem, hogy csak én voltam a fontos a magam számára, és nem az, hogy más mit akar, ezért nem kérdeztem meg Istent, hogy mit szeretne. És körülbelül visszatérek oda, ahol félbeszakítottam, körülbelül 2 éves hívő voltam, amikor kiáltottam az Úrhoz, hogy nagyon rossz, hogy nem érzem, hogy szabad lennék. És akkor kaptam egy igét az Ószövetségből, hogy csak apránként fogja kiűzni az ellenséget előlem, nehogy elszaporodjon a mezei vad a káromra, és akkor nagyon dühös lettem, és azt mondtam az Úrnak, hogy hát én, apránként, hát nekem már most is késő, én már akarom a szabadságot, de most így visszatekintve nagyon hálás vagyok az Úrnak a bölcsességéért, a szeretetéért, a gondoskodásáért, hogy igen, Isten tudja, hogy mit csinál. Ez így volt jó. Nem rosszat akart neked ezzel az üzenettel. Igen, igazából a mai napig el tudom mondani, még a mai napig vannak az életemben olyan dolgok, amik még megmaradtak, de sokkal kezelhetőbbek, és tudom, hogy az Úr azért engedte meg ezeket, hogy tőle függjek. Uh-huh. Ezen keresztül formál. Uh-huh. És a vele való szoros kapcsolatot munkája. Uh-huh. Mondtad, hogy belevetetted magadat az Úr karjaiba, és ott lubickoltál, óriási ez a kép, nagyon tetszik nekem, ez tényleg így működik. És hogy érezted, mi volt az első terület vagy szolgálati lehetőség, amiben úgy érzed, hogy Isten használni akart? Amikor elkezdtem járni az Úrról, akkor mindenhol ott voltam, és mindenben ott voltam. Én voltam az első a gyülekezetben, és ott ültem az első sorba, és az imádkozásban én voltam az első, és minden szolgálatban benne voltam. És úgy gondolom, hogy több kárt okoztam, mint hasznot abban az időben, mert hát tapasztalatlan voltam, meg nem volt még az igazi megtöretés az életemben, ami a jó szolgálathoz azért szükséges lett volna. Nem volt alázat az életemben. Még akkor is nagyon-nagyon fontos volt, hogy én legyek a középpontban, és nem Isten. És aztán ezzel kapcsolatban később szólt az Úr, hogy tegyem őt az első helyre, és akkor ebben így megaláztam magamat, és akkor igyekeztem, és mondtam az Úrnak, hogy akkor legyen az a forgatókönyv, amit ő szeretne. Jaj, de jó. Aha. És aztán utána nem sokkal kérdeztem az Urat, illetve hát már előtte is sokszor kérdeztem, de akkor egyszer, hogy mi legyen, mit szeretne az életemmel kezdeni, mi az elhívása az életemben. És akkor ő egész egyszerűen azt mondta, hogy a család. És én akkor megdöbbentem, és akkor azt mondtam az Úrnak, ami így utólag már kicsit furcsán hangzik, hogy Uram, te visszaminősítesz? Mert hogy számomra a család, persze, szerettem őket, akkor már 4 gyerekünk volt. Ami azért nem kis feladat, lássuk be. Igen, de valahogy amiatt, hogy mindig mindenhol elől akartam lenni, és minden körülöttem forgott, valahogy mindig azt gondoltam, hogy majd egyszer az Úr velem valami hatalmas dolgot fog végbevinni, és én valami nagyon híres szolgálója leszek az Úrnak, és akkor egyszerűen csak a család. Ott a saját berkeimen belül. De aztán az Úr meggyőzött, mert megmutatta azt, hogy azokat az ajándékokat, amiket adott, azokat a családon belül nagyon jól fogom tudni használni. És akkor azt mondtam, hogy jó, Uram, akkor igent mondok, akkor legyen a család. Most már örülök neki, szeretem csinálni. Aha, szuper. Aztán, ahogy mesélted nekem, az évek során az is kiderült, hogy Isten rengeteg kreativitással áldott meg, és ezt már otthon is tudtad használni, mert egy fantasztikus kertet hoztál létre. Mesélj egy kicsit erről. Nagyon szeretem, szenvedélyesen szeretem a kertet, és a kertnek a gondozását, meg a kertnek az építését. Most már, ahol most lakunk, a mostani kertünket, volt szülői házban lakunk.
és a mostani kertünket azt olyan 25-30 éve építgetem, szépítgetem. Hát másoknak is nagyon tetszik. Hát van úgy, hogy valaki elmegy az utcán, és mindig megcsodálják, mert elég jó be lehet látni, de volt olyan nemrég, hogy valaki elment az utcán, és azt mondta, hogy bocsánat, hogy megszólít, de csak annyit szeretne elmondani, hogy egyszerűen csodálatos ez a kert. De jó. És hogy ő minden nap erre jár el, és gyönyörködik benne, hogy milyen szép. És akkor teljesen saját ötletből ezt nem tanultad, hanem gondolom akkor ez úgy bennem rá, hogy mit, hogyan. A szüleim nagyon jól kertészkedtek, tehát örököltem tőlük ezt a hajlamot. Apukám kertbarátkört vezetett, anyu is nagyon értett a kerthez. Csak ők nem ilyen díszkertben gondolkoztak. Illetve anyu azért eléggé szeretett volna, csak apu nem annyira, és akkor így aztán maradt inkább a gyümölcsös. De nekem meg főleg díszkert van. Hát tényleg fantasztikus a kerted, ezt közben néhány képpel megmutattuk a nézőknek is. És aztán az is kiderült, hogy nem csak ezen a téren vagy kreatív, hanem más területeken is az életedben. Hogy indult ez az egész dolog? 2000-es éveknek az elején, legelején elkezdett járni a gyülekezetünkbe évről évre egy Amerikából egy profitai ajándékkal megáldott ember. És ő profétált nekem arról, hogy látja, hogy egy üres falhoz festékes vödröket viszek, és ráborítom, csak úgy egyszerűen ráborítom a festéket a falra, és azt mondta, hogy ez két dolgot jelent. Az egyik az, hogy ahova megyek, oda színt viszek. Ezt nagyon sokszor négyszer elmondta egymás után, tehát tudtam, hogy ez nagyon fontos dolog, és azt is mondta, hogy Isten akarja, hogy tudjad, hogy te ahova mész, oda színt viszel. Én mindig úgy gondoltam magamra, hogy egy középszerű valaki vagyok, így ebben nőttem fel, nem voltam egy népszerű valaki iskolában sem, és aztán, amikor hívő lettem, akkor úgy próbáltam úgy fölvenni azokat a viselkedési formákat, ahogy láttam a hívő asszonyoknak a viselkedését, és próbáltam olyan finom lenni, meg olyan kedves lenni, meg olyan halkszavú lenni, de nem tudtam megcsinálni, mert én nem olyan vagyok, én olyan energikus vagyok, és olyan hú, meg ha, és olyan robbanós egy kicsit, és amikor mindig úgy éreztem, hogyha mondjuk ilyen női körbe voltam, hívő női körbe voltam, akkor olyan kicsit olyan ormótlan voltam ott. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos volt, hogy ahova megyek, oda színt viszek, akkor úgy gondoltam attól kezdve erre, hogy ez egy szín. Aha. Ha ormótlannak is érzem, ez egy szín. Ez te vagy, igen. És akkor már úgy nem próbáltam rajta változtatni, és a másik pedig az volt, hogy azt is mondta még a proféciában, hogy Isten szeretné felszabadítani bennem a művészi képességeket, és hogy lát egy bennem lévő gyümölcsös kertnek a felszabadítását. Szuper. És akkor évről évre, amikor jött, még az első proféciában ugye ez a festés volt, és akkor évről évre, ahogy jött, mindig mondott valamit. Legutoljára azt profétálta, hogy még az otthonában Isten szólt hozzá velem kapcsolatban, hogy szeretné, hogyha írnék. És akkor mondtam neki, hogy hát mindig tartottam tőle, hogy egyszer valaki ezt fogja nekem profétálni. Komolyan? Hogy én félek az írástól. Wow. De akkor benned volt azért már ez a dolog valahol. Igen. És akkor azt mondta, hogy nem baj, most profétál nekem, és utána nem fogok félni. És valóban így is van, és azóta már elkezdtem írni. Wow. Mit írtál? Írtam meséket. Amiket elsősorban Isten, de másodszorban a kertem inspirált. De jó. Állatokról, növényekről szól. Szuper. És
bibliai igazságuk és bibliai történetek megjelenítése. És ezt szeretném majd egy kötetben kiadni. Eddig 4 mese van. Hát eredetileg 5-re gondoltam, de szerintem marad a 4. Meg van bennem egy regény, lehet, hogy csak novella, novellányi gondolat is, és azt is már elkezdtem írni. És a festés pedig az meg úgy alakult, hogy hát évekig csak hordoztam magamban ezt a gondolatot, amit ez a proféta mondott. Aztán egyszer csak azon vettem észre magamat, hogy képeken látok festőállványt festménnyel, akkor elsírom magam. És aztán ez ment egy darabig így, egy pár hónapig, és akkor azt mondtam az úrnak, hogy hát jó van, uram, hogyha akarod, hogy fessek, akkor festek. De még mindig vártam, ez egy tavaszi napom volt, 12 évvel ezelőtt, és nyár végén eljutottam oda, hogy vettem valami egészen egyszerű kis festőkészletet, meg papírokat, és aztán ősszel, szeptemberben, abban az évben egyedül voltam egyszer otthon, és dicsőítést hallgattam, és akkor éreztem, hogy most van itt az ideje annak, hogy elkezdjem a festést. És akkor csak úgy a papírra leraktam néhány színt a festékből, és a kezemmel így összehúzogattam, és akkor abból lett egy kép, azóta is ott van az étkezőnknek a falán. És azóta is festek, hát most már elég sokat van, 150-200 körül. Általában elajándékozom ezeket a képeket, minimális az, ami megmarad, egy-két darab van csak. És főleg így, nagyon szeretek kézzel festeni. Különböző eszközöket is használok, tehát festőeszközöket, kést, kanalat, ecsetet, vagy szivacsot, de azért a kezemmel nem tudom miért, az valahogy nagyon tetszik. És általában csak a színekkel fejezem ki az érzéseimet, és én úgy gondolom, hogy ezek profétikus képek. Bátorító képek. Nagyon sok embernek, akinek adtam, mondták, hogy nagyon bátorító. De jó. És mondtad, hogy gyülekezetekbe, konferenciákon is szoktál festeni. Igen. Most ez egy ideje úgy szünetel, de igen, milyen, eleinte nagyon... kevesebb rendezvény is volt. Igen. Eleinte elég gyakran, igen, festettem konferenciákon, gyülekezet tünkben is, ilyen profétai dicsőítő alkalmakon a dicsőítés alatt. Na és aztán ebből az egészből lett a Tűzszárnya projekt, ami egy egész komoly munkává fejlődött, akkor mesélj egy picit erről. Néhány évvel ezelőtt meghívtak egy gyülekezeti gyerektáborba, egy másik gyülekezetbe. Azért, hogy ott a gyerekekkel fessek. És ott volt egy lakásotthonból egy gondozónő. Voltak ott vele a lakásotthonból gyerekek is ebben a táborban. És meghívott abba a lakásotthonba, hogy ott is fessek a gyerekekkel, és ez a lakásotthon egészen véletlenül ott van nálunk egy sarokra tőlünk. És akkor elmentem egy szombat délután, hogy a gyerekekkel fessek, hatalmas élmény volt. Ugyanígy tanítgattam nekik, hogy a színeket így egymás mellé rakják. Gyönyörű képek születtek. Én ott azt az egészet ott végig sírtam, a gyerekek persze nem látták, de én belül nyeltem a könnyeimet, éreztem, hogy ez Istentől való de hely, itt kell most az legyek. Az óriási érzés. A gyerekek nagyon megszerettek, de sajnos nem volt lehetőség oda többet menni. Viszont ez az élmény, ez úgy bennem maradt, és szerettem volna segíteni ilyen gyerekeknek. És aztán ugye jött az a gondolat is, hogy én is nagyon sok mindenen átmentem gyerekkoromban, bántalmazáson. 5 éves koromban megerőszakoltak. Tehát tudtam, milyen az, amikor valaki ennyire hatalmas sebesüléseket szed össze, és a család számára nem biztonság. Itt azért hozzáteszem, nem családtag tette ezt velem, csak hogy esetleg félreérthető lehet.
de a családban ugye erről nem lehet beszélni. Én sem tudtam beszélni róla, csak jóval később, 30-valahány évvel később. Hú, azt a mindenit. És aztán kérdeztem az urat, hogy mit tehetnék, és akkor volt egy látásom, hogy ilyen lakásotthonban levő gyerekekhez megyek látogatni, és viszek nekik ajándékot, és akkor felderül az arcuk. És akkor arra gondoltam, hogy hát uram, ezt nagyon jó lenne megvalósítani, de hogyan, miből? Hát nekem úgy nincs úgy bevételem, hogy most én ezeknek a gyerekeknek ajándékot vegyek. Azért egy ilyen otthonban van 8-10 gyerek. És akkor jött egy gondolat, és akkor mondtam az úrnak, hogy de uram, hogyha szervezel egy kiállítást nekem, ahol a képeimet eladhatom, akkor abból, ami bejön pénz, akkor abból veszek a gyerekeknek ajándékot. Keresek egy lakásotthont, ahova elmehetek. És akkor utána jött ez a gondolat, hogy jó lenne aztán úgy folytatni, hogy a gyerekekkel ugyanígy festeni. Ezt már ilyen csoportos festéseket már így a gyülekezetben is próbáltam így csinálni. Úgyhogy tudtam, hogy milyen, meg volt rá egy forgatókönyvem, hogy hogyan. És akkor hát az úr összehozta a kiállítást, egész csoda módon az is sikerült. És kerestem egy lakásotthont. Gondoltam, hogy talán nem Pesten, hanem inkább Pest megyében nézek körül, valahogy ez a gondolatom jött, és megkerestem a Pest megyei lakásotthonok hálózatának a vezetőjét, és akkor ő ajánlott Vácon egy lakásotthont. És akkor ott beszéltem a vezetővel, elmondtam neki, hogy lesz egy kiállítás, ahol kiállítom a festményeimet, szeretnénk eladni, és a befolyt összeget pedig szeretnénk arra fordítani, hogy a gyerekeknek ajándékot veszünk, és hogy írjanak egy listát a gyerekek, hogy mit szeretnének kapni. Persze első körben valami méregdrága dolgokat írtak. A kiállítás megtörtént, közel 200 ezer forint jött be, de hát nagyon magas elvárások voltak a gyerekek részéről, akkor utána írtak egy második listát, ami kicsit visszafogottabb volt, és akkor azt már tudtuk teljesíteni. A lakásotthon vezető később elmondta, hogy ebbe az egészben nem hitt, hogy valaki bejön az utcáról, és akkor egy ilyet tesz. De aztán azóta, és akkor ott elmondtam neki, hogy szeretném, hogyha lehetne folytatni úgy, hogy ilyen heti rendszerességgel a gyerekekkel együtt festenénk, és akkor ugye a tanév ideje alatt, és tavasszal pedig egy kiállítással zárnánk. Ahol szintén eladjuk a képeiket, és akkor az összegből meg valami nyári tevékenységet valósíthatnak meg. És úgy gondoltam akkor is, hogy ezeknek a gyerekeknek óriási szükségük van arra, hogy elismerjék őket. Eleve az, hogy a kreativitás bennük felszabadul, az már eleve gyógyít. Az, hogy ők valamit alkotnak, valamit ők létrehoznak, ami ráadásul tetszik, ráadásul vad idegen embereknek tetszik, és azok még meg is veszik azokat a képeket, azokat az alkotásokat. Ez a gyerekeknek azért nagyon-nagyon sokat jelent, ez emeli őket. Igen. És amikor Isten ebbe a szolgálatba elindított, akkor ezt mondta, ezt kérte tőlem, hogy vigyem az ő szeretetét, és hogy emeljük a gyerekeket, emeljük őket. Aha. Nem egyedül mentem ebbe a szolgálatba, eleinte a családdal, aztán utána kibővült önkéntesek csatlakoztak még hozzánk. És végül hány helyre, mert mesélted, hogy több helyre jártatok meg, talán iskolába is, hogy bővült ki ez a dolog? Szájhagyomány útján. Aha. Egyszer például egy kerti partin valaki egy családsegítőnél dolgozott, és ott beszélgettünk erről, és ő mondta, hogy lenne egy iskola, ahova jó lenne, ha mennék. Most így a Covid miatt ugye ez szünetel, de legutóbb 6 helyen jártunk. Abból 4 lakásotthon, egy általános iskola, illetve 3 lakásotthon, egy gyerekotthon,
ahol fogyatékos gyerekek vannak, egy általános iskola és egy alapítványi napközi gyerekek számára. Ildi, fantasztikus ez a munka. Azzal kezdtem ugye az elején, hogy Istennek soha nincs késő ahhoz, hogy valami teljesen újat kezdjen az életünkkel, és tényleg ez nálad is így történt. Ha most egy kicsit még előre nézel, akkor szerinted vannak-e még Istennek meglepetései a számadra? Vagy érzel-e még olyan dolgot, ami vár rád? Biztos vagyok benne, hogy Istennek van még terve a számomra. Folyamatosan kérdezem is tőle, hogy mi az. Igazából van is bennem egy gondolat, ami még a megvalósulása az még körvonalazódik. Uh-huh. Elindult. Uh-huh. A családomban, anyai ágon, a felmenőim, ahogy visszatudok így menni, a dédanyámig tudok visszamenni, mindannyian pedagógusok voltak. A dédanyám, nagyanyám és anyukám. És nálam történt egy generációs ugrás, és három lányom szintén ilyen pályán van. Elképesztő. Nálam azért történt a generációs ugrás, mert anyukámtól gyerekkorom óta azt hallottam, hogy csak pedagógus ne legyél. Uh-huh. És én mégis azt gondolom, hogy Isten számomra is valahol hasonló elhívást képzelt el. Aha. Nincs hozzá végzettségem. Uh-huh. Egy szociális gondozói végzettségem van, uh-huh. amivel mondjuk lehetek pedagógiai asszisztens, ami már azt jelenti, hogy legalább gyerekekkel foglalkozom iskolában. Uh-huh. És azt gondolom, hogy Istennek az elhívása magasabb, mint a végzettség, és ezzel most nem akarom a végzettség hiányát erősíteni, uh-huh. és leértékelni a végzettséget. Uh-huh. Természetesen nagyon fontos. De mégis úgy érzem, hogy Isten elhívása felül tudja írni a végzettséget, uh-huh. és Isten ki tudja pótolni a végzettség hiányát valamilyen módon. Uh-huh. Úgyhogy most ezen a területen várom, hogy Isten mit tervez, mert nagyon szeretnék gyerekekkel foglalkozni továbbra is. Fantasztikus, Ildi, az, amit a pedagógus pályáról mondtál, teljesen egyetértek ezekkel a gondolatokkal az elhívásra vonatkozóan. Ha most egy kicsit összegezned kellene mindazt, ami történt veled így az elmúlt évtizedek során, akkor azt hogyan tennéd? Klisésen hangzik, de Isten nagyon szeret. És nagyon sok ígérete van az életemre vonatkozóan, amiből még gondolom, hogy számos nem valósult meg, és várom, hogy megvalósuljon. Van egy ige, ami hát legalább 30 évvel ezelőtt mondott az Úr, amikor még a lakhatásunk is nagyon bizonytalan volt, úgy egyáltalán a körülményeink nagyon-nagyon zavarosak voltak. Uh-huh. A gyerekek meg ugye sokan voltak már, és akkor sokat voltam az Úr előtt, és akkor kaptam egy igét tőle, ami azóta is végig kísérés, és szoktam az Úrnak hálát adni érte. Ebből már nagyon sok megvalósult. Azt mondta az Úr, hogy bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amely atyáid birtoka volt, és te is birtokba veszed, jót tesz veled, és jobban megszaporít, mint atyáidat. Uh-huh. És most így az utóbbi években élem át ezt a jót tesz veled, és jobban megszaporít, mint uh-huh. atyáidat. Bevitt a atyáim birtokára, uh-huh. én is birtokba vettem, és így az utóbbi években nagyon sokszor adok hálát az Úrnak, uh-huh. most, hogy megszületett a hatodik unokánk is. Te jó, gratulálok. Egészen fiatalok, ugye picikék még, icipici. Igen, igen. Az én szüleim négy unokát kaptak tőlünk, és már amikor az ötödik megszületett, már akkor hálát adtam az Úrnak, hogy na igen, ez a jobban megszaporít, mint atyáimat. Uh-huh. Aztán a hatodik után meg újra uh-huh. hálát adtam. Uh-huh. De jó. És tényleg átélem ezt a jót tesz veled, uh-huh. és jobban megszaporít. Uh-huh.
Nagyon köszönöm, Ildi, hogy mindezt elmondtad. Azért is érdekes ez, hogy bevisz arra a birtokra, mert hogy mondtad, hogy azon a családi birtokon éltek, igen, tehát abban a házban, és ott szaporított meg Isten benneteket, és ott áldott meg benneteket, meg hát ez a rengeteg dolog, amit elmeséltél számomra, tényleg arról bizonyság, hogy Istennek soha nem késő, mindig tud újat kezdeni, mindig van egy jó terve, amiben tovább visz, és jót tervezett az életed felől, mindannyiunk élete felől, és hogyha teret adunk neki, akkor ezeket meg is valósítja az életünkben. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, várom önöket jövő héten is, viszontlátásra!